Sziasztok! A mai témánk a sport és a gyakorlás kapcsolata lesz. Fanni vagyok. Tamás vagyok. Az Anami program oktatói vagyunk. És hogy mi is az az Anami program? Az Anami program egy komplex energiagyakorlatokból álló módszer, aminek az alapja a légzés, a mozgás és a koncentráció. De erről sokkal több információt megtaláltok a honlapunkon, úgyhogy érdekel, akkor nézzétek meg a www.anamiprogram.com oldalon. És bele is vágnánk a témába. A mai témánk a sport és a gyakorlás kapcsolata. Hogy látjuk ezt a dolgot, mit éltünk meg, mit tapasztaltunk, mit tapasztalunk folyamatosan ezzel kapcsolatban. Úgyhogy én nem is kezdeném akkor ezt a részt. A saját tapasztalatom az az, először a sportmúltról egy picit beszélnek, hogy 15 évig sportoltam, ennek nagy részét versenyszerűen, aztán ez abba maradt, és utána kezdtem el gyakorolni, és most kezdtem el nemrégen ismét sportolni. És az a tapasztalat, tehát a sportmúltból, ami megmaradt, az, hogy nem volt sosem egy ilyen kimagasló állóképességem. A tüdőm nagyon nehezen bírt, egy fizikai még bírtam, de a tüdőm az nagyon-nagyon gyenge volt. És hát így sportoltam le ezt a rövid időszakot. Majd a gyakorlás hatására, illetve a gyakorlás megkezdése után ismét rászántam magam, és újra kezdtem sportolni, mert szükségességét éreztem, meg sokkal jobban éreztem magam a testemben, hogyha amikor mozogtam, és épp ezért éreztem azt, hogy most ismét el kell ezt kezdeni. És azt vettem észre néhány év gyakorlás után, amikor újra kezdtem a sportot, hogy sokkal jobb az állóképességem, a tüdő sokkal jobban bírja, egy kis kocogással, futással kezdtem ezt a sport dolgot, nem az edzőteremben. Úgyhogy az nagyon pozitív tapasztalat volt, hogy meg is lepődtem, hogy nem úgy, mint annak idején volt ez a dolog, hogy elfáradt a tüdőm és nem bírtam tovább, hanem a futásnál a lábamon kezdtem el érezni először is, hogy feladja a küzdelmeket, jobban elfárad, mint a tüdőm a futásnál. És nyilván elsőre ez nem meglepő, tehát hogy ugye nulláról elkezdek futni, akkor nyilván ez lesz valószínű az eredménye. De a későbbiekben is ez volt, amikor egy picit rutinná vált ez a dolog, és egyre többet kezdtem rendszeresen sportolni, ugyanez maradt a tapasztalat, hogy az állóképességem sokkal-sokkal jobb volt, mint amikor rendszeresen minden nap, napi több órát is edzéssel töltöttem. A gyakorlás egy nagyon érdekes folyamatot indít a testben, hogy Anami is mondja, hogy nem mindegy, hogy az anyaggal szeretnénk-e hatni az anyagra, vagy a szellemmel próbálunk meg, illetve a gyakorlás segítségével hatunk rá. És nagyon klassz folyamatok elindultak a testemben, és azt éreztem, hogy a gyakorlás hatására, illetve a gyakorlás melletti sport, ez annyira szépen összekapcsolódik és kiegészíti a kettő egymást, hogy igazából most már ezt így nem is tudom ketté választ, nem is szeretem. Tehát szeretek úgy gyakorolni kezdni, hogy először egy kicsi edzésprogramot végigcsinálok magamnak, és sokkal jobban esik a gyakorlás, és ami meglepő számomra az, hogy sokkal gyorsabban épül vissza a testem, mint azt vártam a gyakorlásnak a hatására. Korábban is próbálkoztam egy rövidebb ideig sportolni, az kerek egy év volt, de ott egy nagyon lassú folyamat az, ami elvezetett odáig, hogy egy picit jobb formába kerültem. De a gyakorlással ez sokkal gyorsabb, sokkal erőteljesebbnek érzem ezt a változást, és sokkal több energiám marad a gyakorlás után, az edzés után is, hogy ezt a kettőt így összekapcsoltam. És azért is szokott jó lenni néha, hogy előtte egy kicsit edzek a gyakorlás előtt, mert már van egy, hívjuk ilyen bemelegítés résznek. A test egy kicsit bekapcsol, elindul a keringés, és sokkal intenzívebbnek élem meg magát a gyakorlást is, tehát maga a sport is így hat rá. Úgyhogy én nagyon pozitív tapasztalatokkal tudok így beszámolni arról, hogy a számomra mi az, amit okozott a gyakorlás és a sport összekapcsolódása. Uh-huh. Na, hát ez hogy volt? Vagy hát nekem is van sportmúltam, amikor én nem versenyeztem, mint te, de nagyon sokat sportoltam, 4 éves, 5 éves koromtól rendszeresen. Jártam edzésekre, torna, tehát művészi torna volt, jazz palett, és nagyon sok lovaglás, ugró edzések. És
Hát amit nekem ez a sportmúlt adott, az mondjuk, hogy a kitartás, tehát ilyen szempontból a sport az jó. És én itt kapcsolnám a gyakorláshoz, mert sok mindent elmondtál, azokat most így nem ismételném meg. Ami tud a sport segíteni, és ami hasznos lehet, hogyha például valaki szeretné a vezetékeket erősíteni, akkor az nagyon jó, mert a sporttal az lehet. Viszont erről beszélgettünk még, mikor készültünk erre az adásra, hogy ez fontos, hogyha valaki például nem sport volt, akkor egyedül ne vágjon bele azért ész nélkül az edzésekbe, mert azért könnyen tényleg lehet sérülni, és azon a gyakorlás tud segíteni, meg nyilván valamilyen szinten a test is máshogy reagál, hogyha az ember gyakorol, de azért nem érdemes kísérletezni. És ezt is, mint minden mást úgy érdemes csinálni, hogyha megfelelő szakember kísér. Úgyhogy, hol is tartottam. Tehát, ja igen, a vezetékek. Tehát, hogy a vezetékeket, ha szeretnétek erősíteni, akkor mindenképpen jó, hogyha elkezditek az edzést, vagy újra elkezditek, vagy folytatjátok. Mert tényleg ez az, ami kell ahhoz, hogy az ember fejlődjön, azt a kitartást, azt tudja célozni azért a sport mindenképp. Amiről meg pedig még beszéltünk, hogy tényleg hogyan, tehát meg lehet figyelni, amit is említettél, hogy milyen az, amikor az ember csak edzéssel formálja a testét, mondjuk, és milyen az, amikor így a kettő összekapcsolódik. Hát én is megfigyeltem, hogy voltak pontok, és még mindig vannak a testemben, amikkel mindig úgy küzdöttem egy edzéseket. Például a vállam, hogy tartom a vállamat, mennyire húzom föl, mennyire le. Ez nem azt mondom, hogy teljesen megoldódott, de te érted, érezni lehet, hogy teljesen más helyre került, és ezáltal így az edzés élmények is sokkal jobbak, illetve hát az, hogy az izom hogy reagál. Én kipróbáltam azt is, nem tervezetten, de amikor nem volt időm annyit edzeni, akkor, amikor még kisebb volt a fiam, de már gyakoroltam, akkor kipróbáltam azt is, hogy mit tudom én, elmentem egy hétre síelni, és nagyon érdekes volt, hogy teljesen máshogy reagált a test. Tehát azt nem azt mondom, hogy nem éreztem meg, hogy mozgok, de én sokkal rosszabbra számítottam. Tehát én azt hittem, hogy fú, majd tök nehéz lesz, meg alig fogom bírni, és egyáltalán nem ez volt a helyzet. És nem terhelődött se a tért, se semmilyen ízületet. Valami, azt lehet mondani, egy kicsit úgy, mint hogyha tényleg más anyagból lett volna már az a test addigra. És ezt így konkrétan így meg is tapasztaltam. Viszont, ami, hát én most nem is tudom, már egy ilyen jó fél éve figyelek arra, hogy tényleg rendszeresen visszahozzam, illetve visszahoztam az edzést, mert úgy nagyon nagy örömet okoz nekem az, hogy ahogy formálódik a test, úgyhogy megvan ez a gyakorlás, és ez tényleg ilyen más anyaggá építi át, és akkor erre, ha az ember ráedz, akkor tényleg ilyen nagyon, nagyon jó eredményeket lehet elérni. És én azt is megfigyeltem, hogyha például dolgozom egy területtel, ez nyilván egyébként az edzésben is automatikusan megjelenik. Dolgozom egy területtel, akkor azért az, hogyha ott van a fókuszom, amikor mondjuk edzek, akkor az is valahogy egy kicsit így rásegít a gyakorlás eredményére. Tehát ott valahogy az, hogy az ember ott van a figyelmével, foglalkozik, akkor tényleg csak a fizikai síkon a testével, de megadja az anyagnak ezt a figyelmet, és ezt a szeretetet, ezt a törődést, az nagyon-nagyon elősegíti a folyamatot, amellett, hogy ugye, amit már említettük, ez a kitartásban is azért tud segíteni, meg hát a vezetékeknek tényleg jót tesz. Illetve hát beszéltünk arról is, hogyha feljön valami az emberben, nehéz folyamatban van, akkor azért, tehát nem mindegy, hogy mondjuk, hát az ugye indulat formájában szokott megjelenni, ugye? És az nem mindegy, hogy mibe visszük el. Tehát, hogy azt most elviszem abba, hogy egyrészt mondjuk magamba kattogok,
vagy elviszem abba, hogy kicsapom a világba, mondjuk leoltok valakit, vagy elviszem abba, hogy fogom azt az erőt, mert azért ez egy erő, és azt elviszem edzeni. És akkor azt szépen beleteszem abba az edzésbe. És azért az szerintem az mindenképpen egy jobb választás. És még egészséges is. Igen, ez a tapasztalatom, ezért nyilván sokan azért sportolnak, hogy levezessék a napi stresszt, a napi feszültséget, ami tökéletes választás. Viszont ami fontos, mivel a sport is egy energetikai folyamat azért, egy olyan gyakorlás, amit magunkért végzünk, ott is fontos, hogyha van rá lehetőség a tenisztandás gyakorlattal, ha otthon csináljátok, vagy ha edzőteremben, akkor nyilván más a helyzet, de mindenképpen legyen a mellkasból utána néhány kilégzés azért egy picit hosszabb időn keresztül, hogy ne maradjon fölösleges úgymond energia a testben, ami esetleg rossz helyre is épülne be, hanem lélegezzünk ki minden feszültséget, és akkor gyakorlatilag egy ilyen minőségi cserét hajtottunk végre saját magunkon. És szerintem nagyon fontos azért, hogyha a lehetőség van rá, nem azt gondolom a lehetőség, hogy naponta órákat kell sportolni, de hogyha már rászállunk egy ilyen 5-10 percet a saját testünkre, ez pont amiről a program is szól, az egyensúly, a test, a lélek, a szellem az egyensúly, egy szellemnek az egyensúlyáról, hogy megadjuk azt a testnek, ami jár, és a gyakorlással pedig picit finomabb, szubtilis szinten is tud érvényesülni az a dolog, amivel gyakorlunk, és tényleg ugye Fanni is mondta, hogy nagyon klasszul már a előkészítve a gyakorlást, a sportnak is vannak akár ilyen tartásjavító hatása is, amivel még inkább be tudod az energia épülni a testbe, az adott testszervénybe a gyakorlás alkalmával. Úgyhogy mindenképpen érdemes nem is versenyszerűen és nem is maratonfutáson érdemes gondolkozni, de a sport alatt értem már egy kiadós sétát is. Amikor nem lifttel megyünk fel a harmadikra a munkahelyünkön, hanem felsétálunk a lépcsőn, vagy lesétálunk, vagy akár biciklivel, ha van rá lehetőség, vagy egy szabad napon esetleg egy hosszabb sétát, de nem ilyen látosabb, hanem egy ilyen kirándulás, túrázás formájában. Egy picit foglalkozni a testtel is, mert ez nagyon fontos. És hogy hogyan tud összekapcsolódni tényleg egy másik példán keresztül, ezt már meséltem nektek korábban, hogy én azért egy némi túlsúllyal küzdöttem, ami elég zavaró volt, és pont ebből a célból elkezdtem egy kicsit diétázni, meg sportolni. Na most ezzel a kettővel így körülbelül 10 kilót sikerült lefogyni, és az ott megállt, és elkezdtem abban az időben kezdtem el pont gyakorolni, és a gyakorlás hatására még 10 kiló az, ami leesett. Úgyhogy, ha ezt korábban tudom, már összekapcsoltam volna akkor is a gyakorlással. Nyilván nem találkoztam korábban a módszerrel, de ez így alakult. Úgyhogy ilyen célral is nagyon szuperül össze lehet kötni, összekapcsolni ezt a két dolgot. Nagyon fontos az, hogy az idő, amit rá tudunk szállni, az legyen meg tényleg így az a minőségi idő, amit ezzel töltünk. És nem azt értem ezzel a tényleg, hogy órákat kell edzeni, hanem egy ilyen 5-10 perccel korábban fölkelünk, akár egy korábban, amit beszéltünk is, egy szakember segítségét kérve megtanulni pár gyakorlatot néhány percig reggelente csinálni, vagy napközben az irodában, hogyha valaki ülő munkát végez. Nagyon fontos, hogy picit átmozgassátok magatokat ilyenkor. Úgyhogy én azt gondolom, hogy még nagyon sok dolgot el lehetne erről mondani, de a saját tapasztalatunk az ez, hogy nagyon klasszul összekapcsolódik, kiegészítik egymást. Igen. És hát az én azt még hozzátenném, hogy okozzon örömet. Tehát szeressétek, élvezzétek. Tehát próbáljátok esetleg, hogyha nyitottak vagytok rá, egy olyan mozgásformát találni. Akik velünk gyakoroltok, ez nyilván inkább azoknak szól. Amit szerettek, ami örömet okoz. És mert jó dolog egy kicsit magunk felé is szeretettel, örömmel fordulni. Úgyhogy, és az is nagyon tudja segíteni azt, hogy az ember szíve a világra is, és másikra is meg tudjon nyílni, és hogy ez a folyamat, ez haladhasson szépen.
És pont ez, hogy a külvilág felé, meg az emberek szíve, hogyha egy olyan sportot választotok magatoknak szabadidős tevékenységként, ahol többen is vagytok, vagy más emberekkel is találkozhatok, akkor nagyon klasszul tudnak alakulni, formálódni ezek az emberi kapcsolatok, a szív, a szakrális terület, úgyhogy csak pozitív hatásai vannak, úgyhogy én mindenkinek meleg szívvel tudom ajánlani, hogy gyakoroljatok velünk sokat, és mellette sportoljatok, hogyha időtök engedi, mert meg fogja hálálni a test, meg fogjátok érezni, hogy jobb lesz birtokolni a testet, jobb érzés lesz lakni benne, úgyhogy... És ha valaki meg pedig nem gyakorol még velünk, de nézi az adást és sportol rendszeresen, azért, hát amit mondtunk Tamásra már itt, ezek a tapasztalatok, tehát ezek tényleg így vannak, hogy nagyon fel tudja pozitív irányba erősíteni a sport hatását. Illetve én még elmondanám így a saját tapasztalatot, illetve visszajelzést, amit az egyik edzőlány ad rendszeresen, ahova járok edzeni. Ő folyamatosan visszajelzi azt, hogy számára az nagyon meglepő, hogy mennyire laza a testem. És hogy tehát, hogy látszik tényleg, hogy nincs benne úgy elakadás, feszültség. És azért hát az ember nem innen indul. Tehát mindenkinek van olyan pontja a testében, nagyjából ahol van ez, az, amaz. És hogy tényleg ez az edzői visszajelzés, hogy nagyon, nagyon úgy egybe van az egész. És ez akkor is jött ez a visszajelzés, egyszer eljött velem a testvérem, a Bence is edzeni, aki szintén ugye itt dolgozik és gyakorol rendszeresen, és azért férfiaknál, ezt te is biztos meg tudod mondani, hogy azért sokszor úgy van, hogy azért az ilyen hajlós, nyújtós gyakorlatok azok tényleg nehezen mennek, tehát igen. És így nézte őt is az edzőlány, hogy úristen, tehát hogy tényleg ő nála is ugyanazt látja, mint nálam, és hogy mondta is, hogy hát akkor tényleg lehet ebben a gyakorlásban valami, hogyha tényleg akik onnan érkeznek, azok ennyire sokkal jobban egyben vannak, és de tehát ez a lazasság nem az, hogy valakinek ilyen túl lazák az izmai ízületén, hanem valami nem fog ott az a területen, tehát ezt egy hozzáértő edzői szem azért észreveszi. Úgyhogy akik még esetleg nem gyakoroltak, de edzetek, hát várunk bennetek is szeretettel. És egy nagyon fontos dolog, ami még így közben azt gondolom, hogy fontos, hogy ezért megosztjuk veletek, hogy nagyon sok olyan tapasztalatunk van, amikor aktív sportolók keresnek meg bennünket egy sérüléssel kapcsolatban. Ebben is nagyon sokat tudunk segíteni, akár azzal az otthoni gyakorlattal is, ami a YouTube csatornánkon mindenki számára elérhető. Sokkal gyorsabb regenerálódás, gyógyulás lehet a gyakorlással elérni, és sokkal gyorsabban vissza tud állni a versenyzésbe az illető, hogyha erre szán egy kis plusz időt és energiát. És vannak ilyen pozitív tapasztalatok, vannak ilyen videóink is feltöltve a korábbi sikervideókban, ezt meg tudjátok találni. Úgyhogy, mint kiegészítő rész is, a sport sérülések esetén is nagyon hasznosnak bizonyultak a gyakorlatok. Igen. Úgyhogy várunk benneteket szeretettel. Jó gyakorlást kívánunk mindenkinek, és kövessetek bennünket az Instagramon, a Facebookon. A Facebookon kettő oldalunkat is találjátok, az Anami Program Magyarország, illetve az Anami Program Worldwide. A Worldwide oldalon a nemzetközi, külföldi roadshowkról találtok információkat, még a másik oldalon egyéb belföldi információkkal gazdagodhattok. Úgyhogy várunk benneteket szeretettel az órákra, és jó gyakorlást, jó sportolást kívánok mindenkinek! Sziasztok!